A fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzi, hogy az üzletek betartják-e az élelmiszer árstoppot. Február 1-e óta 6 alapvető élelmiszert nem lehet drágában adni az október közepi árnál. Szintén ezen a héten lépett életbe, hogy hideg élelmiszerekért is lehet fizetni a boltokban szép kártyával. Vámos György, a Kereskedelmi Szövetség főtitkára azt mondta, elképzelhető, hogy rövid távon megnő a kereslet az árstopp miatt, de nem biztos. Azt látjuk, hogy a következő napokban várható nagyobb felfutás. A kvóták ezek elővigyázatosság miatt vannak, voltak már felvásárlások a járvány időszakban is. A lényeg ennek az, hogy minden vásárlónak jusson ezekből a termékekből, ha váratlanul meglódulna a kereslet. Nyilván a kereskedők nem csak a minimális készletet, hanem ennél többet tartanak az üzletben.